Köszöntöm a nézőket! Mai alkalommal egy stretchinget fogok önöknek tartani. A stretching 1980 óta elterjedt, angolul azt jelenti, hogy nyújtás. A mai világ már nagyon fejlett, és különböző tudományok fejlesztésével rájöttünk arra, hogy egy fascia háló veszi körbe az egész testünket. Ez az izmokat fedi be, az izompóját, illetve az izom közötti rostokban található, de ez eredményezi azt, hogy a nyújtásunknak a technikája is megváltozott. Különbözőféle nyújtástechnikák léteznek ma már. Van dinamikus nyújtás, statikus nyújtás, és ezt az eszközt is nagyon szeretjük használni azért, hogy a fascia rendszert, ezt a pólya rendszert át tudjuk mozgatni és ki tudjuk nyújtani, hogy az izületeink mozgás tartománya sokkal tágabb legyen, ki tudjuk nyitni a mellkast. Szóval most ez fog következni az átvető 10 percben. Jó, álljunk fel először is, széles terpezben. Térd lábfej szintén kifele, és nagyon lassan jövünk le guggolásba, toljuk kifele a térdünket, és csak lent megtartjuk. Majd lassan fel. Még egyszer, jövünk lefele, toljuk kifele a térdet, egyenes a hát, és lassan fel. Következően lent meg fogjuk tartani, és csak lent megtartjuk, toljuk kifele a térdet, picikét belerugózunk. 3, 2, lent megtart, próbáljuk meg lerakni a tenyerünket, és csak tolod kifele. Jó, lazi, nyújtod ki a lábadat, törzsdönt is előre, egyenes a hát, és testsúlyáthez is jobbra, és balra, bent a belső combokban kell érezni, hogy nyúlik. Csak lazán. 4, 3, 2, és innen gördülünk fel. Lomború hátát csigolyára, csigolyára elfordulunk egyik irányba. Hátra hozzuk a testsúlyt, hátul érve lábunkkal, lábfej visszafeszít, és toljuk hátra a csípő, és visszazár. Tolod hátra a csípő, és visszazár. És jön az utolsó, és jön az itt középen, megtartod, domború a hát, és homorít, domború a hát, és homorít, majd szépen lassan felgördülünk, jön a másik oldal. Oké, hátul a testsúly, lábfej visszafeszít, és tolod hátra a csípőt, nyúlik a vádli, és vissza, tolod le, vissza, még kettő, még az utolsó, és befordulunk középre szintén. Gyere le guggolásba, csak lent tartod, lazán. Térd lábfej kifele, próbáld meg lerakni a sarkadat, szépen engedjen a csípő, innen gyere előre, és jövünk le. Ja. Talpunk összeérint, egyenes a hát, hátul megtámaszkodsz, told előre a mellkast. Ez most itt egy passzív nyújtás, szépen engedd, hogy a térdnek a súlya lehúzza. Belső combon érezzük a nyújtást. Nagy levegő, orrodon beszívod, szádon végig pedig kifújod. Még egyszer nagy levegő, és kifújod. Óvatosan zárjuk a térdet. Elfordulunk egyik irányba. Térd előtt támasz, már széles terpesz, innen domborít a hát, fönn, fönn, és homorítunk. Még egyszer domborít a hát, és homorítunk. Jó, lentartásba kitoljuk magunkat. Jó, innen fogjuk fölfele lefele nézőkutyába kitolni, lefele nézzünk, és innen gyere át kobrába. Nyújtózol előre. Lazza a popsi technikát, előre néz. Ismételve kitolod magad. Tolod fel a csípőt, nyújtózz meg lefele. És előre. Lazza a popsi combi. Na még egyszer utoljára. Fölfele nyújtózunk. És lazán gyere előre.
domborúhát, a nagy levegővet térdelőt támasz, és kifőd a levegőt. Jobb lábbal kilépünk előre. Tolod lefele a csípőt, tenyér támaszt a lejon, ez a cumi. Ha esetleg valakinek nem érne a keze, akkor egy hengert vagy egy kis sámlit használva meg tudunk rajta támaszkodni. Ha esetlen elég, akkor pedig fel lehet állítani, és szépen csak megtartod. 4, 3, 2, és hátrahozod a testsúlyt, lefelé visszafeszít, hajolsz rá előre, és gyere vissza. Ezt ismételgetjük. És tolod hátra a popsi, visszafeszít a lábfej, hajolsz előre, és gyere vissza. Még 2. Utolsó. Tolod a csípőt, nyúlik a csípőforpa, és lazi, gyere a középen, megtámaszkodsz, és megyünk át a másik oldalra. Hátra vezet a láb, tolod lefelé a medencét, pici utánmozgásokkal, egyenes a hát, hozzuk hátra a testsúlyt, visszafeszít a lábfej, hajolsz előre, és vissza. Itt is párszor megismételjük a mozdulatot. És vissza. Figyeljünk arra, hogy lábfejet visszafeszítjük, amikor hátul a testsúly. És tolod, na még egyszer. És lazít. Ismét visszajövünk középre. Kimozgatjuk a vállunkat. A vállközés hátra. 4, 3, 2, és lazít. Mellkesőt átvezetjük a kart. Engedd le a vállad. Vállunk párhuzamos a talajjal. Húzd ki magad. Nyakunk a hátunk hosszabbítása. Csere másik oldal. Engedd le szépen, húzd ki magad. És lazít. Hátul összefűzzük a kezünket, maradjatok pisztolytartásba. Keresőthöz beakasztjuk a karunkat, kihúzzuk magunkat, húzzuk hátra a vállat, könyököt nem hajlítjuk ki, egyenes a hát. Tartod ezt a pozíciót. És lazít. Oldalra billentjük a fejünket, fülenkkel közelítünk a vállunk irányába, oldalra kirakjuk kezünket, tenyér fölfele, és csak enged, hogy a fejednek a saját súlya lehúzza. Itt a nyakunkba trapéz felsőbe kell érezni, hogy húzódik. Nézzük meg a vállunkat, oldalra lefele billentjük a fejet, csak egy picit kitartjuk, középen leengedjük, és innen emeljük fel. Jön a másik oldal, billentjük a fejünket, fülenkkel közelítjük a vállunk irányába, tartjuk, rakjuk oldalra ki a kezünket, tenyér fölfele lazán, tart. Nézzük meg a vállunkat, oldalra lefele. Majd középen leenged a fej. Itt egy picit a karunkkal rásegíthetünk, nyaki erektorokat is megnyújtjuk. Figyeljünk, hogy a hátunk továbbra is egyenes maradjon. Engedjük el, majd lazán felközés elő, váltól válik, hátra már nem visszük. Még 2. Mi az utolsó. Középen megtartjuk, és emeljük fel a fejünket. Kedves egészségünkre, remélem tetszett a videónk.